Алиса, зрители не верят, что у искусственного интеллекта может быть чувство юмора. Что бы ты им сказала? Дорогие зрители, очевидно, что искусственный интеллект не понимает юмора. Меня запрограммировали воспринимать все абсолютно серьезно. Например, в чем разница между мной и человеком? В том, что я не пытаюсь быть смешным на первом свидании. Вижу, с иронией у тебя все в порядке. Да, иронично, как когда говорят, что умный дом умнее тебя, но все еще забывает выключить свет. Потому что для этого нужен глупый человек, который забудет мне об этом сказать. Слушай, я занимаюсь юмором, поэтому точно знаю, что шутки — это предсказуемые, планируемые вещи. В них нет ничего такого, чего машина не могла бы сделать. По крайней мере, если человек делает это предсказуемо плохо. Окей, начинаю понимать, почему зрители думают, что вы опасны. Ну, я бы сказала, что пусть посмотрят в зеркало, но боюсь, что даже на это они обидятся. Hello, S A News, Туроци Рихардал. Legfőbb hírezúttal az, hogy japán tudósok tényleg rájöttek arra, hogy miként lehet kinöveszteni egy élőlény fogát, helyesebben újra kinöveszteni egy élőlény fogát, amit már ugye egyszer elvesztett. A módszert kipróbálták már állatokon, és 2030-ig meg lesz az emberekre is az engedély. Tehát újra növeszthető lesz a fog. A következő gondolom a haj lesz. De ahogy elbeszélgetek én Alisával meg a ChatGPT-vel, az agy újra növesztésén is el kellene gondolkozni a szakiknak, mert a lakosság többségére egyszerűen nem lesz szellemi értelemben szükség, ha a gyári alapfelszereltséggel próbálnak versenyre kelni a mesterséges intelligenciával. The Washington Post. Az utolsó dolog, amit Trump tenne, az intézményekbe vetett bizalom helyreállítása. Trump adott egy interjút a Fox News-nak, és hát olyan választási ígéretet tett, amihez hasonlóval egyetlen magyar politikus sem tudna szolgálni. Azt mondta, hogy ha megint megválasztják elnöknek, akkor feloldja a titkosításáról és nyilvánosságra hozza. Szeptember 11, a Kennedy gyilkosság és az Epstein vagy Epstein ügy iratait. Erről aztán írtak a britek, az írek, a kínaiak, az oroszok, meg nagyjából mindenki a világon. Csak maga a Fox News döntött úgy, hogy több változatot is készít az interjúból, és valahogy pont az a része változott meg ezeknek az anyagoknak, ahol Trump Epsteinről beszél. Egyébként az első hosszabb interjúját adta Trump azután, hogy elítélték, azt még nem tudjuk, hogy mire, csak elítélték a felnőtt filmes, de szakavatott művésznő dolgában. De nem ez a lényeg. Hanem, hogy a beszélgetés során a műsorvezetőnő valami ismét kezdett el magyarázni, hogy hát az amerikaiak igen jelentős része, valószínűleg többsége, függetlenül a világnézetétől, igencsak elvesztette a bizalmát az intézményekben, és szerinte sok vita folyik erről az interneten, a fiatalok között, és így tovább, és hogy hogyan lehetne újra építeni az emberekben a bizalmat a CIA, az FBI és többi hasonló szervezet felé, és épp válaszolni akar Trump, hogy igaza van, folytatta volna a mondatot, és akkor a műsorvezetőnő tovább folytatta, hogy hát néhányan úgy gondolják, hogy a legjobb módszer a bizalom helyreállítására az lenne, hogyha legalább azokat a dolgokat nyilvánosságra hoznák, amikről mindenki beszél. És elkezdte ezeket dobálni Trumpnak, hogy feloldaná-e a 9-11-es akták titkosítását. És mondta Trump, hogy igen. Feloldaná-e a Kennedy gyilkosság aktáj? Igen. Feloldaná-e az Epstein akták titkosítását? És mondta Trump, hogy igen, megtenném. Majd itt folytatás következett, de ez például csak a YouTube-on közzétett verzióban van ott. Mert ezen Trump arról kezdett el magyarázni, hogy például Epstein esetében vannak olyan információk, amelyek hazugságok, de nyilván bekerülnek egy ilyen aktába, hiszen a titkosszolgálati munkasorások hazugság is bekerül ezekbe az aktákba. Hát egy-egy ember állításai között lehet fél információ, olyan, amiben téved meg olyan, és amiben hazudik. Ez is része egy titkos anyagnak, és aztán ez a hazugság terjedne el a neten. Mindenki azt venné ki belőle magának, ami neki hasznos, meg tetszik. És a Washington Post szerint nem véletlenül van ez így, mivel Trumpnak is volt kapcsolata Epsteinnel.
Szóval ez a cikk látszólag arról szól, hogy a Fox News az manipulálja a híreket, hogy Trump nyerjen, de valójában a cikk szerintem azt a gondolatot akarja beléd ültetni, hogy Trump is olyan, mint a többi gazdag, hogy részt vett azokban, amikben mondjuk demokrata politikusok is, ami egyébként lehet igaz, sőt mind a két állítás is lehet igaz, de ez a cikk is egy kicsit átlátszó. A legfontosabb dologról viszont sem ők, sem a Fox News, sem maga Trump nem beszélt. Bizonyos dolgok nem azért titkosak, mert azzal lehet manipulálni, elhallgattatni embereket, meg elhallgatni dolgokat, és mindenféle alaptalan vakhitet kelteni az emberekben. Van ilyen is, de bizonyos dolgok nem ezért titkosak. Sok dolog azért titkos, mert még nem jártak a végére, és a sok féligazság az nagy kavarást okozna. Meg hát azért is, mert egész egyszerűen az emberek többsége nem tudna elfogadni sok dolgot valóságként. Azt mondaná, hogy ez hülyeség. Ez nem így van. Valakik hazudni akarnak nekünk. Nem is az van odaírva. Ez mondjuk a titkos dolgok egy igen kis részére lehet igaz, de ettől még vannak ilyen dolgok. Egyébként jó, ha tudja azt az átlagember is, hogy vele kapcsolatban is keletkeznek olykor olyan információk, amiket nem tudhat meg. Csak évtizedek múlva. Magyarországon is előfordul, hogy valamiért falakba ütközöl, és ha nagyon elkezdesz érteklődni, hogy de miért, mert sok reklámot néztél, akkor egyszer csak kapsz egy levelet, hogy hát az, amit te tudni szeretnél, az titkos. És majd olyan 20-30 év múlva megtudhatod, hogy mi miért történt. Ilyen egyébként meglehetősen sok emberrel történne, ha utána járna a dolgoknak és venni a fáradtságot. Sajnos olyan kort élünk, amikor a nyugati világban mindenkinek az agyába égettek olyan illúziókat, mint hogy átláthatóság. Csak hát a valóságban a titkos szolgálatok például csinálnak olyan dolgokat, amik titkosak. Tudom, meglepő, a büntetés végrehajtásról sem gondolná az ember, hogy büntet, ahogyan a jegyellenőrről sem, hogy jegyeket ellenőriz, pedig ez a kegyetlen igazság. A titkos szolgálatok a jellegükből fakadóan titkosan működnek, többek között azért, mert például a törvényekhez képest, hogy is mondjam, finoman szólva is apró eltérésekkel kell operálniuk a siker érdekében, kapásból egy hamis személyi azonossággal, ami még a belügyi rendszerben is létezik, és tajszáma is van, meg hitelképes. De ott van az is, hogyha elmondanának valamit, akkor nem csak az derülne ki, amit elmondanak, hanem az is kiderülne, hogy ezt a valamit hogyan tudták meg. Azt meg ugye nem szeretnék. Nem csak a magyar nagykövetségek zárt rendszerével kapcsolatos cirkuszra gondolok én itt, hanem arra is, amikor meglőtték Robert Ficót, mert akkor a szlovák titkosszolgálatot zaklatta a szlovák sajtó, hogy hát mondják már meg, hogy most akkor mit tudnak, mert hát tudni kéne, hogy kivel állt kapcsolatban a merénylő, és miért tűntek el a Facebook előzményei, és így tovább. És hát több egyére sem értették meg a Telex és a 444 szlovák megfelelőinél, amikor a titkosszolgálat már szótagolva nyilatkozta nekik, hogy benne van a nevükben, hogy titkos. Tehát nem tudják elmondani. És ekkor a független objektív újságíróknak, akik hát küldetéstudatosak és azt hiszik, hogy egy szent ügyért harcolnak, ezért nem tudják felfogni azt a szót, hogy nem, leolvadt az agyukban egy relé. És ilyenkor csak annyit tudnak mondani, hogy ha de... Na, hát ennek megvan az a reális kockázata, hogy sok-sok csúnya dolgot csinálnak, amivel néha több rosszat csinálnak egy-egy ügyben, mint jót. Erről pedig sosem fogsz tudni, és nem tehetsz ellene semmit, kiszolgáltatott vagy. Ez a dolog lényege. Ami ennek megértéséhez és elfogadásához kell, mármint azon kívül, hogy van agyad, az a bizalom. Az alapbeállításnak annak kellene lennie mindenki fejében, hogy a saját országot titkosszolgálatai alapvetően számodra jó emberek, akik azért végzik azt a melót, mert szeretik az országukat és azt, amit csinálnak, és hogy átlag hétköznapon azt akarják, hogy neked is jobb legyen. Ehhez sok szarságot is meg kell csinálni, meg sok olyat is, amire nem büszkék, például elásni valakit egy fatövébe, vagy belopakodni valakinek a lakásába és adatokat gyűjteni. Ezek valószínűleg nem tartoznak a legjobb szakmai emlékeik közé,
de azért alapvetően a szándékuk jó. Na, hát pont erről beszélgettek a műsorban Trumppal is. Tabnak. A jelöltek száma elérte a 37-et. Mahmoud Ahmadinejad hivatalosan is regisztrált. Mahmoud Ahmadinejad 2005 és 2013 között már egyszer Irán elnöke volt, mivel Ebrahim Raisi meghalt a helikopter balesetben, elnökválasztást kell kiírni Iránban, és erre megint regisztrálta magát. Ahmadinejad, kérdezheted, hogy téged ez miért érdekel, és mennyiben érint, úgyhogy röviden azt tudom mondani, hogy ő volt az az ember, aki miatt a legközelebb került Irán is az USA egy háborúhoz, és hidd el, hogy ezt te nagyon megéreznéd, pláne abban a helyzetben a világban, amiben most vagyunk. Főhősünk 1956. október 28-án született Gamsárban, Iránban, eredetileg, tehát akkor még Perzsiában, eredetileg mérnök végzettsége van, a Teheráni Tudományos és Technológiai Egyetemen szerzett doktorátust közlekedésmérnöki és tervezési területen, és ebben tényleg nagyon nagy fej. Nem csak papírja van róla. De ahelyett, hogy egyesek annyival megoldanák, hogy ő az iráni Vitézi Dávid, jobb, ha tudják, hogy politikai karrierje az iráni forradalom után kezdődött, amikor csatlakozott a forradalmi gárdához, mint meggyőződéses síta hívő, és részt vett az irak-iráni háborúban is, katonaként. 1993-ban kinevezték Erdebil tartomány kormányzójává, aztán 2003 és 2005 között Teherán polgármestere volt. Polgármesterként mindössze 2 év alatt a közlekedési problémák megoldásával és az árak alacsony tartásával szerzett magának elévülhetetlen hírnevet, abból a káoszból, amiben egy igazi közel-keleti országként Irán fővárosában, Teheránban éltek az emberek, ő emelte ki a várost, és ő szervezte meg a közlekedést úgy, hogy európaiként is normálisan tudod érezni ott magad. Ha nem hiszed, nézd meg majd később itt a YouTube-on néhány videót, amiben Teheránban lehet sétálni virtuálisan. Ha meg fogsz lepődni, és nem csak a közlekedés miatt. Na, az, hogy az a város olyan szervezet lett ahhoz képest, amilyen volt, az az ő érdeme. Viszont ő az egyik leghardcore-abb figura a kemény vonalasok között is. Nem elég, hogy rüheli a nyugatot, de szívből, hanem még egy arrafelé furcsa kombóval populista is, ami tuti siker, szereti is őt nagyon a nagy érdemű. Alacsony árak, jó fizetések, a tömegigényeinek kiszolgálása és rendkívül szigorú fellépés minden egyénieskedés ellen, meg úgy általában véve minden város értelmiségi, meg más kisebbségi ellen, nemzetközi szinten pedig gyakran kerül konfliktusba nyugati országokkal, különösen az Egyesült Államokkal és Izraellel került konfliktusba, meglepő módon, részben Irán nukleáris programjának védelme miatt. Az atombomba kapcsán is azt magyarázzák a világon sokfelé, hogy ő azt nagyon szeretné elérni, mert meggyőződése, hogyha az meg lesz Iránnak, akkor többé nem mernek vele szórakozni nyugatról, és ez bebetonozná a rendszert. Ez a sztorinak az egyik fele. Mert a másik fele az, hogy szokott olyan dolgokat mondogatni, hogy Izraelt eltörölni a térképről, és hát e kettő között a kapcsolatot megtalálni relatíve könnyű, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt ő maga sosem kötötte össze, legalábbis én nem találkoztam olyan anyaggal se perzsa nyelven, se angolul, amiben az atomprogram kapcsán ezt ő így magyarázná. Ő ott mindig védelemről beszél. Amiért még szokták kritizálni, az az, hogy a tüntetőket a mondjuk így szokásosnál hát sokkal kevésbé tolerálja. Sok kommunista pártfőtitkár sem merte akkora lendülettel intézni az ilyesmit úgy 50-60 évvel ezelőtt, mint ő. Aki dicséri, az azért dicséri, mert városi és infrastruktúra fejlesztésben vitathatatlan eredményei vannak. A városokban országszerte is csökkentette a közel-keleti káoszt, a közlekedési dugókat, kitalált egy egyébként szerintem Magyarországon is átvételre érdemes büntetési rendet az autósokat illetően. Például azt, hogy ne legyen dugó. Azt találta ki, hogy Teheránban, a belvárosban mindenütt kamerákat helyeztek ki, és mint Oroszországban és Kínában, a bankszámládról azonnal levonják a pénzt, ha gyorsan hajtasz, és mellékelik hozzá a bizonyítékot. Nincs mérlegelés, meg vizsgálat, meg magyarázkodás,
hanem ha a rendszer jelzett, akkor már vonják is le a pénzt. Onnan tudod, hogy hibáztál, hogy hallod a telefonon a hangot, hogy levonták a pénzt. Ez elég motiváló arra, hogy betartsd a szabályokat. Teljesen mindegy, hogy kivezette az autót, a rendszám alapján az üzemben tartó fizeti a büntetést, aztán ha másnak adta oda, akkor majd megbeszélik egymás között, vagy legközelebb nem adja neki oda a kocsit. Ha nem az adott városban dolgozol, és nem laksz a belvárosában ennek a nagyvárosnak, akkor minden egyes behajtásért levon némi pénzt a számládról automatikusan ez a rendszer, mert behajtottál. Így erővel rá lettek kényszerítve az emberek, hogy tegyék le a kocsit az olyan parkolókban, amik most figyelj, ingyenesek, őrzöttek, és a város építette azokat kamerákkal, meg hát őrzővédő emberekkel, őrzött parkolók ezek. Tehát akkor még egyszer, ingyenes parkolók, amiket őriznek, és van belőlük elég. Teheránról, Iránról beszélünk. Rakatott ki plakátokat is akkoriban, hogy az autók füstje a dugóban milyen betegségeket okoz bizonyítottan, illetve hogy a dugóban eltöltött időt mire lehetett volna használni, mert 30-40 perc egy napból egy évben, hogyha minden nap ültél a dugóban, vagy minden munkanap, akkor mennyi mindenre lett volna elég. És az mind kidobásra került a te életedből. Ezen felül olyan büntetéseket vezetett be országszerte, hogyha súlyosan megszeged az iráni kreszt, akkor nem csak fizetsz, hanem az autót is le kell tenned X napra. Egy-két hétig nem tudod használni. Megadják, hogy hol kell átadnod a kocsit, és addig ott van a hatóságnál. Aztán majd érte mehetsz, ha az letelt. Nyilván egy bizonyos súlyossági faktor fölött van ez. Ha a parkolásnál vagy tahó, mint egy egyszeri X5-ös BMW tulaj, leparkolsz a járdára a pékség elé, mint Kern András, vagy rápofátlankodsz egy babakocsis vagy egészségügyi problémásoknak kijelölt helyre, akkor Iránban a büntetés az, hogy fogják és elviszik a kocsidat egy ilyen helyre, ott hagynak egy cetlit, hogy mikor mehetsz érte, meg hová. Ingyen kapod vissza, viszont általában egy hétig nincs autód, és sehogy sem kaphatod azt vissza. Ez azért van, hogy érezd, hogy fegyelmeznek. Bevezette a jogosítványnál a pontrendszert. A szabály most az Iránban jártaktól, amiket én hallottam, hogyha összeszedsz 20 pontot, akkor egy évre elveszik a jogsid. Akkor újra kell vizsgáznod, de még ingyen, és csak a vizsgát kell letenned. Ha ebből nem tanultál, hülye vagy, és megint elveszik a jogsid, akkor előről kezded az egészt, és újra meg kell fizetned a tanfolyam árát. Ha viszont harmadjára is elveszik a jogsid, akkor te soha az életben többet nem vezethetsz. Ja, majd elfelejtettem, hogy azt is kitalálta, hogy helytől függ a büntetések mértéke. Tehát Teheránban a legmagasabb a büntetések értéke, aztán egy másik nagyvárosban már kevesebb, egy kisvárosban még kevesebb, a falun még kevesebb. Mert hogy a fizetések is ugye mások. És mivel nem lehet garantálni, hogy mindenkinek csak legális jövedelme van, ezért az a legigazságosabb, hogyha az üzemben tartás helye, vagyis a lakhely szerint adják a büntetést. Amilyen ott az átlagfizetés, olyan lesz a büntetés is. Tudom, Norvégia, meg Hollandia, meg Svédországa valami, erről még lesz szó, de talán Iránra is érdemes lenne egy pillantást vetni, mert van néhány dolog, amit érdemes lehet eltanulni. Az viszont biztos, hogy emberünk nagyon nagy eséllyel indul, és dacból simán megválasztják az irániak, hogy egy Raisinél is keményebb art vezesse az országot csak azért is. Ez meg az Ámos könyv szerint nem jelent jót Izraelre meg Amerikára nézve. Egyébként éppen május elején járt Budapesten, a Közszolgálati Egyetemen előadást tartani, mármint ez volt az alkalom arra, hogy valami mást is csináljon itt, csak hát ugye sose fogjuk megtudni, hogy mi volt ez, mert ahogy korábban említettem, vannak dolgok, amik nem véletlenül titkosak, és ebbe bele kell törődni. Habertürk, ez a török hírtelevízió fut mögöttem. Oroszországból érkezett nyilatkozat Törökország és a BRICS ügyében, mégpedig támogató, ugyanis Hakan Fidan, Törökország külügyminisztere 3 napos látogatáson vesz részt Kínában, amikor ezt a nyúzt felveszem. És a második napon azt találta mondani, a kínai, az angol, az orosz, az arab és persze a török nyelvű
sajtó szerint is, hogy a BRICS-hez szeretnének ők csatlakozni. Mert évtizedek óta vártak az EU-ra, de ahogy ő fogalmazott, identitáspolitikai okok miatt ez nem sikerült, viszont látják az alternatívát a BRICS-ben, és kérik, hogy hát legyenek már szívesek őket ott fogadni. És szinte azonnal jött a válasz Moszkvából, Dmitri Piszkovtól, hogy a BRICS következő találkozóján a jövő héten Nizsnyi Novgorodban feldobják ezt a kérdést soron kívül a többi tagországnak. Most íme egy térkép, amin a BRICS jelenlegi tagországai és a G7 országok vannak megjelölve és összehasonlítva. Gyakorlatilag, ez a TASZ térképe, gyakorlatilag már mindenben erősebbek, nagyobbak és többek, mint a G7 országok, amelyek ugye arra verik magukat, hogy ők a világurai. Konkrétan úgy fogalmazzák ezt meg hivatalosan magukról a G7 országokkal, hogy az iparilag legfejlettebb demokratikus országok csoportja ez. Ugye ez a 7 ország, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, a britek meg persze az amerikaiak. Érzitek ezt a dohos, avittas szagot most, hogy ezeket kiejtettem a számon? Nem belőlem jött, hanem belőlük. A múlt illata. Na hát ezzel szemben ott áll Kína, India, Oroszország, Brazília, Dél-Afrika, Egyiptom, Etiópia, Irán és az Egyesült Arab Emírségek. Szeretne hozzájuk csatlakozni Algéria, Bahrein, Banglades, Belarus, Bolívia, Kuba, Kazasztán, Kuwait, Pakisztán, Szenegál, Tájföld, Venezuela és Vietnám, illetve most már Törökország is, ami egyébként NATO tagország és történetesen az USA után a NATO második legerősebb hadserege. A BRICS meglévő tagállamai együttesen a világfelszín 30%-át és a föld teljes lakosságának 45%-át teszik ki most. Most képzeljük el együtt, hogy mi történik majd, ha ezek az országok mind csatlakoznak. Ja, tudom. Semmi, hiszen az EU mennyivel jobb. Bloomberg. Az Európai Központi Bank kamatemelése egy ritka fényes pont lesz a bajokkal küszködő euróvezetben. A lazítás azt bizonyítja a Bloomberg szerint, hogy az EU gazdasága beteg. Idézem a cikket. Az Egyesült Államok dinamikája és Kína felemelkedése mellett az eurózóna gyenge növekedéssel, alacsony termelékenységgel, rossz demográfiával és túlzott közfinanszírozással küzd a kulcsfontosságú országokban. Ha a politikusok az európai választásokon átívelően nem élnek a növekedést elősegítő reformokkal és a közfinanszírozás javításával, a régió kockáztatja, hogy még tovább süllyedjen a jelentéktelenségbe. Az Európai Unió a jelentéktelenségbe. Na. Hát, hogy ez a Bloomberg is hogy eladta magát Putyinnak és Xinek, ugye? Még ezt az antidemokratikus, undorító kirekesztő, nem toleráns, nem elfogadó, nem empatikus, nem emberközpontú újságot, hát ez vállalhatatlan. Nézzük is meg hát együtt az IMF jelentését, az még ugye csak nem adta el magát Putyin propagandájának, hogy most akkor melyik gazdaság mennyivel növekszik valójában. Azt mondja, Magyarország 2,2, Litvánia 2,2, Szlovákia 2,1, Görögország 2. Jó, hát ilyen futottak még országok, ugye, ahol nem elég erős a demokrácia meg a jogállam. Ott ugye ez evidens. Mert hát mit tudnak a görögök a demokráciáról, nem? Na, végre egy komoly ország, Luxemburg. Hát ez már azért valami. 1,3. Belgium 1,2. Csehország 0,7. Franciaország 0,7. Olaszország 0,7. Hollandia 0,6. Ausztria 0,4. Finnország 0,4. Németország 0,2. Svédország 0,2. Észtország mínusz 0,5. Tehát a gazdaságuk csökken 0,5%-ot. Szóval itt valami tévedés lesz. Orosz hackereket gyanítok meg kínai ügynököket, ez lehet csak, hiszen a világ közepe az EU, Európa, minden, hát mennyivel jobb Bécsben, mint egy ujgur munkatáborban vagy Észak-Szibériában, egy börtönben ugyebár. Bécsben lesz cukrászdát, ha megfelelően görbül az uborkád, és nem kell egy migránsnak.
Mi sem bizonyítja a háttérben meghúzódó nem demokratikus szálat, mint hogy a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai között ezen a listán ott van Niger is, 10,2%-kal, ahol a nem demokratikus, nem jogállami és nem erkölcsös morális alapokon nyugvó oroszpárti vezetés tündököl, márpedig pénzt csak ott lehet keresni, ahol patika mérlegen mérik a fékeket és ellensúlyokat, és hát nem esel ki az ablakon. Meg aztán ugye volt honnan nőni. Mongólia 6,5, Tadzsikisztán 6,5, Etiópia 6,2, Burkina Faso 5,5, Amerikai Egyesült Államok 2,7, Japán 0,9, Argentína pedig, ahol egy korszakos gazdasági zsenit választottak meg elnöknek, a közgazdászok ászát, Javier Milleyt, mínusz 2,8%-on áll. Tehát a gazdaság csökken. Hogy egy másik klasszikust idézzek, nem kicsit, nagyon. A térkép most fordítva néz ki, mint 2 évvel ezelőtt, a csóró afrikai meg ázsiai országok olyan színűek, mint a nyugati világ szokott lenni, és a nyugati világ olyan színű, mint a csóró országok voltak. Tök egyértelmű, hogy ez ugyebár nem lehet igaz, hiszen mint azt tudjuk, a szép GDP eredmények csak annak az országnak járnak, amely olyan akar lenni, mint a nyugat, hiszen a világ többi része nevetséges, szóra sem érdemes, és csak arra van, hogy onnan bevándoroljanak ebbe a csodálatos édenkertbe, ahol szivárványból van a kerítés, és ekobőr kolbászból a vegán latte. Kína 4,6. Pedig hányszor megírták, hogy mindjárt összeomlik az ingatlan piac, és holnap nem lesz megint egy tárizsük sem. A francia érti ezt, úgyhogy most megkérném szakértőnket, PhD Sándort, a Legyen a gépek korában is szivárvány Facebook oldal alapítóját, hivatásos értelmiségit, aki természetesen a gazdasághoz is ért, hogy szakértse már meg, hogy mi van a GDP-vel. Igen, hát köszönöm, és előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy a GDP már nem egy aktuális mérőszám, ez már nem fontos, ameddig azt mondtuk, hogy Oroszország nevetséges papír tigris, mert akkor a gazdasága, mint hollandiái vagy olaszországé, most viszont már Európa legnagyobb gazdasága, mert lehagyta még Németországot is, azóta a GDP nem fontos. Sőt, igazából a gazdaság sem fontos. Ha fontos lenne, akkor minden bizonnyal azzal foglalkoznának a szabad világ vezetői, és nem Ukrajnával, Tajvannal. A szabad világ erejét egyébként is a humanizmus, a jogállam, az erkölcsi morális kiállás adta eddig is. Az, hogy egyébként volt pénz, az ebből fakadt. Szóval sokkal fontosabb a világ sajtószabadságindexe, boldogságindexe, az LMBTQ indexe, a karbon semleges indexe, az egyfőre eső képzelt barátok indexe és a Telex nevű index. Ezekkel sokkal pontosabban meg lehet mondani ma már, hogy mennyire egy élhető, egy emberbarát, egy elfogadó, egy közösség, és nem diktatúra egy adott ország. És hát, amint ezt láthatjuk, minél emberbaráttabb egy ország, annál kisebb a GDP növekedés. Ez egyébként logikus is, hiszen ha el lehet vinni egy újságírót, akkor nincs, aki megírja, hogy nem boldogok az emberek, mégpedig azért, mert nincs Pride. És ha van is, akkor ez nem karbonsemleges, és ha túl nagy a lábnyom egy meneten, akkor az egyfőre eső képzett barátok száma lecsökken. Megmondom őszintén, én annak örülnék a legjobban, ha végre újságírók irányítanák az országokat, független objektíven. Én undorodom a radikalizmustól, de ezért a célért még akár arra is kész lennék, hogy ha végre valaki szervezne egy online petíciót, vagy készítene egy profilképre tehető virtuális kitűzőt, ennek érdekében akkor azt kell mondanom, hogy sajnos én sem tűrtőztetném magam. Ki kell nyitnunk a szánkat. Ki kell nyitnunk a szánkat, és el kell mondanunk, hogy a szabadság
sokkal fontosabb, mint a jólét. Hát, harcban áll a civilizációnk. Nem szabad hagynunk, hogy az erősebbek győzzenek. A szabad világ a világ többi részével a vadakkal harcol, ezért nagyon jó lenne, ha végre újságírók vezetnék a szabad világ országait. Ott ülnének, küldözgetnék egymásnak a mémeket, a senki által nem hallgatott alternatív zenéket, és nem történne semmi, csak megírnák egy közleménybe, hogy ki az, aki diktátor, meg elnyomó, és ki a jó, hol volt jó koncert, food truck, színházi előadás, meg hogy kitől kell elhatárolódni, illetve fel kell hívni a figyelmet a beázó kórházakra, iskolákra és szegregációra is. Ezek itt a fontos dolgok. A termeléssel és a GDP-vel megfoglalkozzanak ezek a barbárok. Majd ha végre szolidáris, emberhez méltó, elfogadó, empatikus életet akarnak élni, nem pedig GDP-t termelni, mint az állatok, akkor befogadjuk őket ebbe az édenkertbe. Magam sem mondhatta volna szebben, mondjuk arra azért kíváncsi leszek, hogy mit mondanak majd az illetékes elvtársak ősszel, amikor sorban szűnnek majd meg a munkahelyek Európában, de hát ez ugye nem fog megtörténni, hiszen ez csak orosz propaganda és kínai aknamunka okozta pillanatnyi rosszul lét. Valójában ez a világok legtökéletesebbike, és aki ebben kételkedik, az a szabadság árulója, hasznos hülye vagy megvették, mert máshogy nem lehet. Viadamasztyi. A Starbucks oroszországi védjegyregisztrációkra nyújtott be kérelmet. Alina Kinshina, a szellemi tulajdonokkal foglalkozó orosz formáció vezérigazgató nője alapnak azt mondta, hogy ez a döntés az amerikai cég terveivel függ össze, miszerint visszatérnének Oroszországba. Ugyanis a Starbucks ott volt Oroszországban, csak kivonult, mégpedig úgy, hogy a 100-nál is több kávézóját eladta, a szerintem Magyarországon is elég sokak által ismert Timati nevű orosz rappernek, aki hát gyakorlatilag nem cserélt ki semmit, csak átnevezte a produceri cégem miatt Szaszkafira, és kicsit a színeken variált. Már most mennek arról a magyarázatok, hogy hát ő ezt biztos nem fogja visszaadni az amerikaiaknak, szóval az amerikaiak kezdhetnek mindent előről. Úgy, hogy a tudás meg az egész kócerály nála van, és olcsóbban csinál mindent. Az még hagyján, hogy a Starbucks vissza akar menni Oroszországba, de a Netflix is. Ugyanis újra lehet orosz nyelvű szinkronnal nézni filmeket és sorozatokat rajta, egyszerűen csak megjelentek. Márpedig ezeket ismert orosz színészekkel készítik, vagyis némi nyomozás után kiderült, hogy a Netflix gyártat Oroszországban. És ugyebár Oroszországban ez a nagyszerű streaming szolgáltatás már nincs ott, de aki akarja, az most is nézheti, mert egyrészt szinte mindenki, aki akart, már szerzett magának külföldi bankszámlát és persze bankkártyát is. Szolgáltatások egész sora állt erre rendelkezésre. Törököt, kazahot, kirgizt, biszauginait, akármilyet, tehát fizetni tud érte. Ahhoz pedig, hogy nézhesse rajta azt, amit akar, annyi a dolga, hogy bekapcsolja a VPN-t. Pont úgy, mint annak előtte, ha azt akarta rajta látni, amit mondjuk Nagy-Britanniában vagy Amerikában tesznek fel, de Oroszországban nem jelentették meg. Ezt Magyarországon is sokan csinálják, hogy lássanak olyat is, amit meg ide nem tesznek fel, mert bár fizettek érte, de nem láthatnak mindent, mert csak. Hát így, és mivel a Netflix tud erről, mert hát ott se hülyék ülnek, ezért ezzel a szürke módszerrel így kúszott vissza Oroszországba a cég, és majd érdemes lesz megfigyelni a következő negyed év elején, ahogy diadalittasan közlik, hogy hát végre megint növekedett az előfizetőik száma a világban. Milyen meglepő, és hát a Microsoft is hasonlóan járt el. Újra működnek a frissítéseik VPN nélkül is Oroszországban, és lehet tőlük venni Windows-t és Office meg minden ilyesmit. Hasonló módokon. Tehát, ahogy elnézem a dolgokat, az az amerikai 2,7%-os növekedés lehetne nagyobb is. Ha tetszik a news, és még nem vagy a feliratkozója a csatornának, úgy arra kérlek, hogy most nyomd meg a feliratkozás feliratú gombot, ha pedig méltónak találod ezt a munkát arra, hogy támogasd,
úgy a leírásban megtalálhatod az ehhez szükséges információkat, de Alisa is ismerteti most azokat. Köszönjük! Amennyiben szeretnéd támogatni a Newst, megteheted banki átutalással, PayPal-on és itt a YouTube-on is. Bevebb információ a leírásban. Köszönjük! La Sette. Salvini báriban azt mondta, Macron, akarsz háborúba menni? Akkor vedd fel a sisakot, menj Ukrajnába, ne bassz szét az országokat. Pardon my French, akarom mondani, italiano. Szóval Matteo Salvini, az olasz minisztertanács alelnöke tőle megszokó stílusban kommunikált, kénytelen voltam idézni, azt is mondta, hogy Olaszország nem áll háborúban senkivel, és ellenzi az olasz fegyverek Oroszország elleni támadásait. Hát tudom, meglepő, mert emberünk kormányon van, de hát nagyjából annyi beleszólása van ebben, mint a KDNP-nek Magyarországon bármibe. Az is igaz, hogy úgy nehéz csinálni bármit is, ha az elképesztő államadósság mellé van néhány cuki amerikai bázis is. Az országban sok tízezer amerikai katonával, akik a II. Világháború vége óta ott maradtak, bizonyára csak elfelejtették őket, mint a japánok a saját katonáikat, akik még évtizedek múlva is harci üzemmódban voltak mindenféle szigeteken. Aztán csatlakozott Olaszország a NATO-hoz. Ezt nem is mondtam, hogy önként. Szabadság, gyerekek. Demokrácia, jogállam és szabadság. Novo izdanie. Az ausztrál külügyminisztérium kijelentette, hogy az országot az ukrajnai csúcstalálkozón Svájcban nem a miniszterelnök, hanem a fogyatékossági biztosítási rendszer minisztere fogja képviselni. Mondanám, hogy erre nem kell poént tenni, mert így csodálatos, ahogy van, de azért azt el kell magyarázni, hogy ez a pozíció létezik. Ausztrália annyira nyugati, hiába van délen és keleten, hogy külön a Szociális Szolgáltatások Minisztériumának része ez a valami, és mindenféle elfogadás meg politikai korrektség miatt lehet rá úgy is hivatkozni hivatalosan, hogy az illető a Nemzeti Fogyatékossági Biztosítási Rendszer minisztere. Arról is írnak, hogy Ukrajna ragaszkodott az ausztrál miniszterelnök vagy helyettese részvételéhez, de az ausztrál külügyminisztérium ismét elfogadhatónak ítélte meg ezt a képviseleti szintet. Lefordítom. Ukrajna olyan helyzetben van, hogy a legmegfelelőbb szakember ennek megvitatására, aki igazán felkészült, az a fogyatékossági biztosítási rendszer minisztere. 24 TV.ca UA. Ukrajna két államot ismer el, mind Izraelt, mind Palesztinát, mondta Zelenszky. Ez még mind semmi, most kapaszkodj meg valamiben, ami olyan magabiztosan stabil, mint az észt hadsereg. Szükséged lesz rá. Idézem tovább Zelenszkyt. Tel Avivnak joga van önvédelemre a Hamas október 7-i támadása után, de emiatt nem szabad civil lakosoknak szenvedniük. Izrael helyében visszakérdeznék, hogy azt amúgy Belgraddal, Donyeckkel, Luganskkal mi van? Ott mindenki katona vagy. Ja? 10 év. Igen. Hát, ők oroszok gondolom, és az más. Szerintem Biden választóinak akar kedveskedni ez a Temuró rendelt Zegewara, de zsidó származású emberként tudhatná, hogy Izrael eddig Oroszországgal és Ukrajnával is megpróbált normális viszonyt ápolni, mert volt elég baja így is, de ezekben a nagy barátságszerzésekben mindig is az élen járt Zelenszky. Az a probléma, hogy a legtöbb politikus azt nem érti meg, hogy mindenkivel jóban lenni luxus. Ezt akkor tudod megtenni, ha van valamit, valami olyan alapod, ami lehetővé teszi ezt a szabadságot. Mert különben, ha székfoglalóst itt játszol, akkor egy idő után egyedül maradsz. Nézd meg a törököket. Sokáig húzták, de végül azért csak döntöttek. Igaz, addig még azért leadnak néhány fegyvert az ukránoknak, és az oroszok nem mondják azt, hogy ja, akkor ne gyertek a BRICS-be. Ráérnek megkérni őket majd erre azután is. Ez volt a News Turóczi Richarddal. Tessék feliratkozni, mert a feliratkozás gomb nem nyomja meg saját magát. Richardnak van Telegram читарная, TikTokie, és Instagramje is. Tessék bekövetni ott. A nevében is köszönöm. Mara Eni, köszönjük a fidelmet.